A Vitkainé Kovács Vera primadonnáról elnevezett nemzetközi énekverseny célja az énekes utánpótlás kinevelése, de egyben bemutatkozási lehetőség is a fiataloknak, akik barátkozhatnak és kapcsolatokat építhetnek ki. Második alkalommal veszek részt ezen a versenyen a társaimmal. Rendkívüli megtiszteltetés itt lenni. Sok a jelentkező. Tetszik a verseny, de az is biztos, hogy jól fogunk szórakozni. Nem első alkalommal vagyok itt az énekversenyen, de ebben az épületben igen, hiszen eddig nem itt tartották az eseményt. Kiskorom óta nagyon szeretek énekelni, úgy gondolom, jó élményekkel térek haza. Mindenkinek drukkolok, mert hiszen kevés ember és kevés növendék szánja rá magát, hogy komoly zenével foglalkozon. Én csak hallgatom őket és élvezem. A szakmai zsűri korosztályok szerint férfi és női kategóriában értékeli a fiatal énekeseket. Mind a mellett, hogy megmutatják a képességeiket, a talentumokat, megmutatják azt is, bemutatják, hogy mennyire gyakoroltak, mennyire haladtak, mondjuk rá azok, akik már többször megjelentek. Megmérettetjük azt, hogy milyen az addikciójuk, az artikuláció, milyen a zenei fölkészületségük, muzikalitásuk, és okvetlenül ugye milyen tehetséggel, illetve a hanggal rendelkeznek. Nagyon örülünk, hogy a Városi Közigazgatás és Tartományi Művelődési Titkárság is elismeri ennek az eseménynek a jelentőségét. Továbbá több zenekedvelő is támogatta a verseny megszervezését, egyebek között az Acoustic Dream Store is. Kiemelném, hogy nem kedvelem a verseny megnevezést, mert ez több annál. Arra törekszünk, hogy minden résztvevő jó élményekkel távozzon, és az emlékek szárnyakat adjanak nekik. A kétnapos énekverseny holnap gálaműsorral zárul.